A guadalupei szűzanya tekintetét sokan a tudomány egyik nagy rejtélyének tartják. Többek között José Tonzman perui mérnök is, aki évtizedeket töltött a mexikóvárosi Mária zarándokhely nagy becsben tartott kegyképének tanulmányozásával. A szűzanya képének titokzatos jelenségét az 1600-as évektől vizsgálják, ám azóta nincs rá megoldás vagy észszerű válasz. A Cornell Egyetemen végzett tudós több mint 20 éven át vizsgálta a durva szövésű köpenyen 1531-ben csodás körülmények között megjelenő Mária képmást. A guadalupei miasszonyunk tisztelete egyre nőtt az évszázadok során, és egyre szaporodott a neki köszönhető csodák száma is. 14. Benedek pápa 1754-ben nyilvánította Mexikó patrónájává a Szent Szüzet, 1910-ben pedig 10. Pius pápa egész Latin Amerika védőszentjévé tette. Már 1929-ben felfedezték, név szerint Alfonso González, hogy a szűzanya szemében egy férfi visszatükröződő arca látható. 1951-ben Carlos Salinas kijelentette, hogy több alak is tükröződik a szemében. José Tonzman vizsgálatainak eredményei azt mutatják, hogy 13 alak rendkívül részletes képe tükröződik a szűzanya mindkét szemében, mindez mikroszkópikus méretekben. A két szemben ugyanaz a kép látható enyhe eltéréssel, épp úgy, ahogy az emberi szem követi a látott képeket. Feltételezések szerint a szemekben a szűzanya és Juan Diego találkozásának pillanatában jelenlévő emberek tükröződnek. José az IBM-nél szerzett gyakorlatot abban, hogy hogyan kell mikroszkópikus, illetve műhold felvételeket elemezni. 1979-ben kezdte a Mária kegykép szemét vizsgálni. A szem iriszét felnagyította 2000-szeres méretűre, majd matematikai és optikai műveletek révén tudta kivenni benne a 13 emberi alak képmását. Vizsgálatai megerősítették azt az eddigi feltételezést, hogy a guadalupei szűzanya képét nem emberi kéz örökítette meg. Napjainkban nemrégiben a NASA legmagasabb rangú szakértői kutatták a rejtélyt a legmodernebb eszközökkel, és tárták szét találástalanul ők is kezeiket. Maga a kép egy köpeny, szövetén maradt meg méghozzá a legenda szerint úgy, hogy a szűz megjelent egy indiánnak, majd azt kérte tőle, hogy emeljen templomot azon a helyen. A püspök nem hitte el a jelenés bizonyíték nélkül, így a szűz azt mondta Juan Diego-nak, az indiánnak, hogy gyűjtsön virágot a dombról. És bár tél volt, az indián mégis talált rózsákat, amelyeket a köpenyébe gyűjtött, és elvitte a püspöknek. Mikor a rózsák kihullottak a lepelből, a ruhán ott maradt a szűz képének lenyomata. És hogy miért is olyan különleges ez a kép, miért is vizsgálják évszázadok óta? A hasonló szövetek 10 év alatt tönkre mennek, még a róla 200 évvel később készített másolat is rég kifakult. Ez a tilma pedig teljes pompájában ragyog. A festés nem ér hozzá a szövethez, tulajdonképpen felette lebeg. Magában a szövetben semmilyen festékanyag nincs. A rajta látható színek egyszerűen nem hozhatóak létre semmilyen technológiával. A szövet hőmérséklete folyamatosan 36,6 fok, akár az élő emberi. Mi több, szemorvosi eszközökkel azt figyelték meg, hogy a festett szemideg hátjája összehúzódik. Stetoszkópos vizsgálattal pedig Mária hasánál percenkénti 115 pulzust észleltek, amely az élő magzat szívverése. Mindezt komoly tudósok nemzetközi felszerelések eredményeivel szögezték le, magyarázatot pedig évszázadok óta nem találnak, és nem találnak a NASA emberei sem. Kizárólag a zavarba hozó tények, amellyel senki sem tud mit kezdeni.